Szörnyű viszonyok vannak. Nekem most szegény emberre van szükségem. És magáról tudom, hogy egy szegény ember. Én szegény ember? Ebben az országban már nincsenek szegény emberek. Azok az idők elmúltak. Én legfeljebb koldus vagyok. Nézze, megértem. De én szeretném, ha pénzt keresem. Komoly üzletről van szó. Én most fűzök egy nőt. Ez nekem hol üzlet, hogy maga fűz egy nőt? Hogyha nem hagy beszélni, nem fog megérteni. Udvarolni kezdett a lánynak egy nyomozó, akit Fitchingernek hívnak. Fitchinger? Hogy lehet ilyen névvel udvarolni? A lány bizonytalan. Látszik rajta, hogy még nem határozott, hogy Fitchinger is tetszik neki, meg én is tetszem neki. Mindenki tetszik mindenkinek. Hogyha egyszer megszabadulhatnék attól a Fitchingertől csak egy estére, már egy lépéssel ő előtte járnék. Ha őszintén kitárhatnám magam a lány előtt, mint egy ajtót, azt szokták kitárni. Az Istenért, hallgasson már. A következőről van szó. Megbeszéltem a lányjal, hogy ma este elmegyünk vacsorázni. Hatra megyek érte. Fitchinger a rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot. Itt a cím. Biztos forrásból tudom, hogy ha ma este nem történik valami különösebb bűntény, akkor Fitchinger eljön és átadja a szolgáltat egy kollégájának. Na most figyelj! Én azt szeretném, ha Fitchinger nyomozó 6-kor sem jöhetne el. Akkor biztosan nyerekbe kerülhetnek. Lovagolni is fognak? A nőnél kerülhetnék nyerekbe. Én is ezt mondom. Nekem mindent megérne, ha Fitchinger nyomozó 6-kor sem jelenhetne meg. Érti? Értem. Ennyi is az annyi? Ha mondjuk előidézni ezt nekem, kaphatna tőlem 50 000 forintot. 50 000 forint? Ahogy tudnám én ezt előidézni? Ha például bejelentést tesz a rendőrkapitányságon egy bűntényről, és azzal feltartóztathatja hatig. Mondjuk, hogy betörtek magához és elloptak valamit. És ha nem loptak el semmit? Akkor a rendőrség félrevezetését megbüntetik, de én azt kifizetem. Más büntetés nincs? Maximum bekerülhet a közmunkaprogramba. Szóval, ha Fitchinger nyomozó ma este 6-ig nem jelenik meg a lánynál, becsület szavamra kap tőlem 50 000 forintot. Na jó, nem bánom, 80 000. Ha annyit nem ér meg. Ügyvéd úr, hát gondolja meg.
Hát ez nem gyerekjáték, közmunkára ítéletnek. Na jó, 60 ezer forint, se több, se kevesebb, és azt is csak akkor, ha sikerül föltartóztatni a gyanúzat. Találjon ki egy jó lopást. Uram, hát mit lophatnak el az én lakásomból? A végrehajtó mutka felírt egy ebédlőasztalt, és amikor félbehajtotta a terítőt, kiderült, hogy ez csak egy sámmi. Már műanyag tányérből eszem a levest is. Na jó, mondja azt, hogy van egy gyűjtemény, és abból loptak. Jó, lesz például egy zálog cédula gyűjtemény, vagy van egy szép fizetési felszólítás gyűjteménye is. Mondja, hogy van egy 15. századi érme gyűjteménye is, abból loptak. Hát látta már maga az én lakásomat? Én mondjam, hogy elloptak egy 10. századi érme gyűjteményt a Ős utcából. Na jó. Mondja azt, hogy van egy vagyontérő japán sejjem pincsie, és azt lopták el. Majd én kitalálok valamit. Tudja, egy gyűjtemény, ami minden polgárnak meg lehet. Mint hogyha azt mondanám, hogy bicska gyűjtemény, vagy gombfoci gyűjtemény. Megvan Roberto Carlos is. Ez nem jó. Tudom, de hogyha nincs más, nyugodtan emel. A nyomozó nem fog sok vizet zavarni. És maga holnap nyerekbe lesz. Ne úgy hiba legyen. Ura, bízza rá magát, már nyergeheti a nőt. Kollégina, mit a jegyzőkönyv? Átadom az ügyeletet. Rendben van, csak előbb lenne egy kis kitérőm. Ha megbocsájt, az... Hova? A mosdóba, de menjen csak nyugodtan. Köszönöm. Jó napot kívánok! Jó napot! Feljelentést szeretnék tenni. Miről van szó? Egy roppant súlyos lopás ügyben. Majd a kollégina, mindjárt jó. Ez biztosan felkerül az internetre. Ebből politikai bonyodalmak lehetnek. Mit loptak el? Van nekem egy értékes gyűjteményem a 10. századból, amit az öreg apám apjától örököltem. És ebből a gyűjteményből tűnt el egy értékes fehér szőrű japán sejem nadrágtartó. Hát ez balam. A nyomozónak ez lehet közömbös, de nekem mindenem volt ez a Hosentroger. Mondtam már, majd a kollégina felveszi a panaszt. Nekem mennem kell, sajnálom dolgozni. Hogy el fog menni, mikor szenzációs lopás történt a fővárosban? Akkor a nyomozó úr csak úgy elmegy és... Jól érzném ki, drága barátom, hogyha minden tolvaj mellé egy nyomozót kéne állítani. És ha azt mondanám, hogy gyilkosság történt? Gyilkosság történt. Ki a gyilkos? Én. Én gyilkoltam. Gyilkos vagyok. Értem. Akkor kérem, foglaljon helyet. Igen, én gyilkoltam. Hát miért nem ezzel kezdtem mindjárt, amikor bejött? Nem kellemes ilyen dolgot bevallani. Vagy látom olyan sokkos állapotban. Nem akar pihenni éjszaka? Dehogy is, sosem voltam még ilyen jó állapotban. Én vallani akarok? Nekem jogomban van önnek reggeli pihenést engedélyezni. Ne engedélyezze semmit. Ilyen trükkön én már túl vagyok. Talán a nyomozó úrnak valami dolga van? Zavartan viselkedik, ezért gondolom. Én zavartan viselkedik? Ha akarja, fölmondom magának a talpra magyart.
Vagy kiszámítom, hogy ha 500 dollárt el akar adni, mit kaphat a zubban, mit kaphat a bankban, és mit kaphat a törvényszéke. Nem szabad blitzel. Össze-vissza beszél. De ha úgy érzi, hogy vallomást tud tenni, hát legyen. Gyilkossági ügy. Üljön le kérem a géphez. Lenne már is. Neve? Kerekes. Kétes. Született? Csámpó. Mikor született? 1991. március ígyusa. Egészen pontosan mikor? Szeptember 6. Az előbb azt mondta, hogy márciusban született. Úgy tudtam, hogy március ígyusa szeptember 6-án van, az aradi vértanúk emlékünnepén. Az október 6-án volt. Most mi ez itt? Kihallgatás vagy történelem óra? Csak hallgassunk. Ön vallomást szeretne tenni gyilkossági ügyben. Ki az áldozat? Én vagyok az áldozat. Őt már nem zárhatják be, de engem talán még közmunkára is ítélhetnek. Mikor történt a gyilkosság? Ma. Azaz tegnap. Ki tölt meg? Hát, kit szokott az ember megölni? A feleségemet. Mondjon el minden sorjában. Hát jó. A gyilkosság ott kezdődött, hogy megnősültem. 7 éve, egy derűs áprilisi napon... Ember! Nem itt akarja elkezdeni. A gyilkosságról beszéljen. Sietünk. Sietek vagy nem sietek, az teljesen mindegy. A tárgynál maradjon. Szóval egy derűs tegnapi napon kerestem a nadrágtartót. Nagyon kedves család ékszer. Édesanyám hordta, amíg élt. Ezt nem értem. Hogy hordhatott az édesanyja nadrágtartót, amíg élt? Hát, mert miután már nem élt, nem kellett neki. Hát, hordanak a halottak Hozendrogert? És hol hordta az édesanyja? Na, olyan hol? Retiküljében. Ez volt a kabalája. Szóval... Kora reggel volt, mikor belépett hozzám a feleség. Maga törvényesen esküdt férje az áldozatnak? Igen, én vagyok a hulla férje. Na, szóval, megkérdeztem tőle, hogy drágám, hol van a nadrágtartóm? Erre ő röviden válaszolt. Közben este lett. Az előbb azt mondta, hogy reggel volt. Most akkor mit írjak? Mikor kérdeztem, reggel volt, mire befejezte a választ, este lett. Na, szóval, leszállt az est, jöttek a csillagok, és sehol semmi. Lehozza kérem a hallomást, nekem még dolgom van. Anyám az úrnak most dolga? Nem, vegye vissza. Hát jó. Csak még azt mondja meg, hogy hány óra. Kollégám, megmondaná, hogy hány óra? 5:45. Hát akkor folytassuk. Veszekedés volt maguk között. Veszekedés nem volt. Inkább azt mondanám, hogy nézeteltérés. Miféle nézeteltérés? A feleségem hozzám vágta a lavort. Ettől elöntött a... A düh. Nem! A mosdóvíz. Csak tudnám, hogy kell gyilkolni. No, és aztán... én hozzávágtam egy cipőkanalat. Aztán... hozzám vágott valamit a könyves polcról. Mit? Jókai összes műveit. Egy darabig tűrtem, az aranyembernél elöntött a düh. A fekete gyémántoknál már elvesztettem némileg a türelmemet, és... Mondja csak ki, megütötte. Úgy van, megütöttem. Folytogatni kezdte, nem? De hogy nem. Csak mondja tovább. Hát, én csak folytogattam. Egyre folytogattam. Így telhetett el egy vagy fél óra.
Közben a szobalány behozta a vacsorát. Na és aztán? Jó éjszakát kívánt és kiment. Na és aztán... Na és aztán mi történt? Na, mi történt? Mit gondol, mi történt? Bőrönd? De menjen rá, hogy a bőrönd. Látom, a nyomozó úr érti a dolgát. Szóval. Elővett egy bőröndöt. És mit csinált? Hát, mit szokott csinálni az ember a bőrönddel? Hozzávágtam. Aztán letepertem arra a bőröndre, és ütöttem. Verte, rúgta ott a bőröndön. Bőröndön rúgtam. Egyszerre észrevettem, hogy... Hogy nem él. Észrevettem, hogy a bölcs mindenható magához hívta. Már nem volt benne élet. Aztán mit tett? Leültem vacsorázni. Húsleves volt, babfőzelék és vetek. A leves már rég kihűlt. No és mi lett az áldozattal? Ő is kihűlt, aztán fölaprítottam. Az áldozatot? A retket. És tudod nyugodtan vacsorázni? Hát ott tudtam volna nyugodtan vacsorázni, mikor a szomszédban bömböltetik a tévét. Maga nagyon cinikus ember. Tudja, mit fog ezért kapni? Tudom, tudom. Higgye csak el. Na szóval. Ott volt a bőrönd, ott volt az áldozat. Na, mondja! Mit akar ezzel a bőrönddel, folytom? Hát, ott volt a bőrönd, gondoltam, most leutazom Siófokra. Kinyitottam a bőröndöt, és... És beletette az áldozatot. Ja, úgy. Hát persze. És? Belement? Nem, nem ment bele. Bele kellett tenni. Szóval nem ment bele. Ezért bele kellett tennie. Tehát maga, tehát kénytelen volt, hogy belemenjen, na? Na, kitalálja? Feldarabolta. A bőröndöt? Nézze, ne alaposkodjék, feldarabolta az áldozatot. Köszönöm! Isteni ötlet, köszönöm! Szóval bevallja? Hát persze. 4 egyforma részre vágtam a megboldogultat, akkor már alig volt benne élet. Aztán... megpróbáltam aludni. És? Hát sikerült. Hol van most a bőrönd? Feladtam. Azaz leadtam. Pályaudvaron? A Keletinél. Nyomban ki kell szállni a keleti pályaudvarra. Hívjanak be egy őrt. Egy ember borzalmas gyilkosságot követett el, őrizetbe kell venni. Minden itt van a jegyzőkönyvben. A csomag megőrzőben van a hulla. Hallgasson! Velem itt nem lehet beszélni. Én egy gyilkos vagyok. Hát, én most megyek. Érdemes még 7:30? Úgy néz ki, hogy bolondnak teteti magát. Kérlek, intézkedj. Én ebben nem akarok különösebben belefolyni, ez úgyis Fischingerre szortja. Tudod, hogy én ma csak helyettesítettem őt. Mi? Maga nem Fischinger nyomozó? Ez egy szörnyű tévedés. 60 000 forintot loptak ki a zsebedből. Ártatlan vagyok. Miért? Nem maga ölte meg a feleségét? Ha legalább az igaz lenne. Kérnék a